Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság Katarban. Az első meccsen Ecuador 2-0-ra legyőzte a házigazdák válogatottját. Akadálymentesen is kitölthető a nemzeti konzultáció. A brüsszeli szankciókról lehet a kérdőivel véleményt mondani. Nem szűnik a havazás az Egyesült Államok keleti partján. Buffalo-ban 2 méteres hóból próbálják kiásni magukat az emberek. És elkezdték kivágni a karácsonyi fenyőket. A termelők szerint lesz elég fa, de az árak itt is emelkednek majd. Ez a Híradó 7:30-kor az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Rakétatámadás érte a zaporizsiai atomerőművet Ukrajnában. Legalább 12 találat érte az infrastruktúrális létesítményeket. Az ukrán üzemeltető szerint az orosz erők állnak a támadások mögött. Moszkva azt állítja, hogy Ukrajnából indították a lövedékeket. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megerősítette, hogy az atomerőmű térségében több mint 10 robbanás hallatszott, és a nukleáris létesítmény területén több épület megrongálódott. Belgiumban az energiaválság miatt egyre több a szénmonoxid mérgezés. Anyagi okok miatt ugyanis vannak, akik elhalasztják a kazánok ellenőrzését. Közben egy friss felmérés szerint minden harmadik ember azt fontolgatja, hogy nem fizeti be a rezsiszámláját, mert elégedetlen a szövetségi kormány válságkezelésével. Brüsszelből Barack Eszter tudósított. Változó, hogy a renitensek száma aránya mekkora Vallóniában, ahol a francia ajkú belgák élnek, sokkal magasabb, majdnem eléri a megkérdezettek felét, és sokkal magasabb a fiatalok a 18 és 24 év közöttiek körében is, ahol nagyjából körülbelül a megkérdezettek fele úgy dönt, hogy ha a helyzet úgy hozza, akkor ő nem fogja befizetni a számláját. De kiderült az is, hogy a többség azért igyekszik takarékoskodni. Megnyílt a karácsonyi vásár Bécsben, de idén más lesz a megszokotthoz képest. Európa egyik leghíresebb ünnepi forgatagában hamarabb lekapcsolják az ünnepi fényeket, és kevesebb az árus is. Az energiaválság miatt így spórol a város, az árak viszont felkúsztak. Az ételekért és az italokért legalább másfélszer többet kell fizetni, mint tavaly. Már az első napokban több ezren voltak a hétvégén megnyílt bécsi karácsonyi vásárban. Sokan várták már, hogy újra ünnepi hangulat legyen a városház előtti téren. Az idei forgatag azonban más, mint az elmúlt években. A költségekkel való spórolás egyik jelentős lépése az, hogy kevesebb ledízzók világítják meg a vásár környékét. 40 fára nem került izzó az elmúlt évekkel ellentétben, illetőleg ezeket a fényeket fél órával később kapcsolják be, és fél órával előbb kapcsolják le minden nap. Európa egyik leghíresebb karácsonyi vására idén az energiatakarékosság jegyében telik. A bécsi városháza most nincs teljesen kivilágítva, egy jelképes fényt kapott. Kevesebb standa várják a látogatókat, és a fények is előbb kialszanak. A kínálat viszont változatlan. A forró csoki, a tea és a forraltbor igazi slágernek számít a vásárban. Az árak viszont felkúsztak. Ezekért az italokért másfélszer többet kell fizetni, mint korábban. Ez a társaság Győrből érkezett Bécsbe. Észrevesszük az energiaválságot, meg az inflációt a dráguláson például. Sokkal drágább a glühwein, mint tavaly volt. Ez biztos azért is van, mert sok a turista. De kicsit meglepődtünk most, amikor fizettünk 5 glühweinért összesen 47 eurót. Az ünnepi forgatagra rengetegen érkeznek a következő hetekben szerte a világból. A bécsi karácsonyi vásár december 26-áig várja a látogatókat. Újra akadálymentesen tölthető ki a nemzeti konzultáció, erről közösségi oldalán beszélt Nyitrai Zsolt. A miniszterelnöki biztos kiemelte, hogy Magyarországon csaknem 100 000 vak és gyengéllátó, és több mint 60 000 siket és nagyot halló él. Hozzátette, a kormánynak fontos, hogy mindenki elmondhassa a véleményét a meghatározó kérdésekben, ezért a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultációt is akadálymentessé tették. Magyarország kormánya számára minden polgár véleménye számít, ezért kiemelten figyelünk azokra, akiknek speciális igényeik vannak. Magyarország kormányának fontos, hogy mindenki elmondhassa véleményét a meghatározó kérdésekben, írt a közösségi oldalán a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt a bejegyzéséhez csatolt videóban arról beszélt, hogy mind a siketek és nagyot hallók,
mint pedig a vakok és gyengéllátók ismét részt tudnak venni a nemzeti konzultációban. Ilyen módon a mostani konzultációt is akadálymentessé tettük a közel 100 ezer vak és gyengéllátó és a több mint 60 ezer siketésnagyot halló számára. Töltsék ki a konzultációt, mondják el a véleményüket most. Nagyon fontos, hogy a látássérült emberek részt tudjanak venni a közéletben. Erről már Nagy Sándor, a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének elnöke beszélt a videóban. A Nemzeti Konzultáció honlapja akadálymentesen készült el. Így a látássérült emberek okostelefonjaik, számítógépeik segítségével önállóan ki tudják tölteni a kérdőívet. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége idén is szakmai segítséget nyújtott a Nemzeti Konzultáció akadálymentesítésében, közölte Kósa Ádám, a szervezet elnöke. Az akadálymentesítés célja az, hogy azok a siketek és nagyothallók, akik jelnyelven kommunikálnak, egyből anyanyelvükön, magyar jelnyelven juthassanak hozzá az információkhoz, hangsúlyozta Kósa Ádám, aki egyúttal hozzátette, a Nemzeti Konzultáció jelnyelvi adaptációja elérhető a www.sinosz.hu oldalon. A szankciókról szóló Nemzeti Konzultáció kérdőíveit névre szóló borítékokban november 25-ig mind a 8 millió címzethez eljuttatja a posta. A válaszokat december 9-ig ingyenesen lehet visszaküldeni. Kettől pedig már online is kitölthető a kérdőív. A Nemzeti Konzultációban arról kérdezik az embereket, hogy egyetértenek-e az orosz olajra kivetett uniós szankciókkal, a gázszállítások korlátozásával, illetve mit gondolnak a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó büntető intézkedésekről. Emellett véleményt mondhatnak a magyarok arról, hogy egyetértenek-e a turizmust korlátozó, illetve az élelmiszerárak emelkedését okozó uniós szankciókkal. Csaknem 700 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák a déli határnál szombaton. Az illegális határátlépési kísérletek egy év alatt megduplázódtak. De hasonló a helyzet Szerbiában is, ahová folyamatosan érkezik az utánpótlás. A helyzet romlását már Ausztriában is érzi. Az osztrák belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió külső határvédelme nem működik, ezért változásokra van szükség. Néhány hete kezdtek sátortáborokat építeni a hatóságok több osztrák város közelében is. A befogadó központok nagy része ugyanis megtelt, az újonnan érkező migránsokat így már nem tudják elhelyezni. Ausztriába idén több mint 90 ezer illegális bevándorló érkezett, közülük 75 ezeret egyetlen uniós országban sem regisztráltak. Az osztrák belügyminiszter a napokban így arról beszélt, nem támogatja a schengeni övezet bővítését, hiszen a rendszer nem működik megfelelően. Úgy fogalmazott, az uniós helyzet egyértelműen azt mutatja, a külső határok védelme megbukott. A system funktioniert nicht. A rendszer nem működik, a külső határvédelem meghalt, és ezért kell egyértelműen kimondanunk, ha működne a külső határvédelem, akkor megkímélhetnénk magunkat a belső határoktól, de a rendszer jelenleg nem működik, ezért van szükség változásokra. Fogalmazott az osztrák belügyminiszter, aki szerint az Európai Bizottságnak anyagilag is támogatnia kellene az országokat, hogy megvédhessék az EU külső határát. Az, hogy az Európai Unió külső határvédelme nem állítja meg a migránsokat, a balkáni útvonalon is látszik. A Szerbiába érkező illegális bevándorlók több tagállamon is áthaladtak, anélkül, hogy lebuktak volna. A Palicson várakozó migránsok között olyanok is vannak, akik Görögországon és Bulgárián keresztül érkeztek a magyar határ közelébe. Azt mondják, itt sem fogják feladni. Afganisztánból jöttem idáig, mert a helyzet ott nem jó, és el fogok jutni Németországba, magyarázta egyikük. Szerbiában az illegális migránsok száma tavaly óta szinte megduplázódott. Ez jól látszik a Belgrádhoz közeli Obrenovácon is, ahol a befogadó központ környékén nagy csoportokban várakoznak a bevándorlók. A helyiek már attól tartanak, kisebbségbe kerülnek a saját településükön. Hát hogy ne félnénk, vannak, akik azt állítják, hogy a migránsok ártalmatlanok, de nem véletlenül találkoztak a minap is Ausztria, Magyarország és Szerbia vezető politikusai annak érdekében, hogy megfékezzék a migránsok beáramlását, mondta egy nyugalmazott katonatiszt, aki szerint sok migráns katonai kiképzésen is átesett, így a fegyverhasználat nem ismeretlen számukra.
Erre utal az is, hogy a bevándorlók egyre gyakrabban támadnak fegyverrel a határt védő rendőrökre és katonákra. Fiatal férfiak csoportosan érkeznek a határhoz, bűnözők kíséretében. A bevándorlók egyre erőszakosabbak, erről beszélt az M1-en a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is. Bakondi György kiemelte, akik bűnözők segítségével próbálnak bejutni az Európai Unióba, azok nem menekültek. Ez az erőszakos fellépés csak nyomatékosítja azt a magyar kormányzati álláspontot, hogy az érkezők, akik erőszakosan, csoportosan a bűnözők segítségével, okmányok nélkül, tisztázatlan célból megpróbálnak átjutni okmányok nélkül, az teljesen kiszámíthatatlan célokból, az Európai Unióba, ők semmiképpen nem menekültek, hiszen semmilyen olyan kritériumnak, amelyet a menekülté nyilvánítás során az ENSZ okmányai előírnak, nem rendelkeznek. Bakondi György hozzátette, az Európai Unió migrációs politikája 2015 óta nem változott, miközben az illegális határátlépési kísérletek egyetlen év alatt itthon is megduplázódtak. Hozzátette, az uniós belső határforgalom ellenőrzésének visszaállítása helyett a külső határok megerősítése lenne a megfelelő megoldás. Első szakaszán pénteken helyezték üzembe a lengyel-fehér-orosz határzár megfigyelő rendszerét. A lengyel belügyminiszter bejelentette, hogy a jövő év elejéig a kerítés teljes 206 kilométeres hosszát hőkamerákkal és mozgásérzékelőkkel fogják ellátni. Szerinte ezzel a lengyel-belarusz határsáv válna az unió legbiztonságosabb határává. Szinte egybeolvad az Uzmarás téri tájára a lengyel határt védő szürke kerítés. Ezek voltak az első felvételek, amiket a lengyel-belarusz határzár kamerái rögzítettek. Az országok határán húzódó 206 kilométer hosszú és több mint 5,5 méter magas védvonal építését még a nyáron fejezték be. Az első szakasz ellenőrzését segítő megfigyelő rendszer beüzemelését a lengyel belügyminiszter jelentette be pénteken. Ma üzembe helyezzük a megfigyelő rendszert a határkerítés első szakaszán. Heteken belül pedig már a határzár teljes hosszán működni fog. A jövő év elejére a miénk lesz a világ leghosszabb, egy központból irányított elektromos határfelügyelő rendszere, jelentette be a tárcavezető. A határnak ezt a mindössze 21 km hosszú szakaszát 241 normál és további 67 hőkamera figyeli a nap 24 órájában. A belügyminiszter szerint a cél ezzel az unió legbiztonságosabb határzárának kiépítése volt. A helyi hatóságok szerint a kerítés létrejötte óta a tizedére csökkent az illegális határátkelést megkísérlők száma. A határzár létrehozásáról azután döntött a lengyel kormány, hogy tavaly afrikai és ázsiai migránsok tömegei próbáltak a lengyel határon keresztül illegálisan Nyugat-Európába jutni. A lengyel vezetők szerint erre a belarusz kormány bíztatta fel a migránsokat. Lengyelország kezdettől fogva ellenállt a migrációs nyomásnak. Idén már 400 embercsempészt állítottak elő a belarusz és a litván határon. A határzár hatékonyságát látva nemrég a kaliningrádi exklávéval közös határszakaszon is szöges drótkerítés építésébe kezdtek, miután az orosz város reptere bejelentette. Törökországból, Szíriából és Fehér Oroszországból is fogadnák a bevándorlókat szállító járatokat. Folyamatosan drágulnak a lakáshitelek. Már van olyan bank, amely 12%-os kamatra nyújt jelzálog hitelt. Ilyen magas kamatot még soha nem számoltak fel a bankok ingatlan kölcsöneik után. Emiatt az elmúlt fél évben már is egyharmaddal kevesebb hitelt vettek fel itthon. Szakértők szerint 2023-ban nem várható érdemi változás, vagyis akinek most kell hitelt felvenni, érdemes a bankok ajánlatait böngésznie, mert egy-egy akciós ajánlatot kifoghat. Megkérdeztetem, hogy mekkora összegű a munkabére, a nettó. A nettó munkabérem az 300 ezer. Ez az egyik legfontosabb kérdés, amit a bankokban feltesznek a lakáshitelt igénylőknek, hiszen fontos, hogy az ügyfél biztonsággal tudja fizetni a későbbiekben a törlesztő részleteket, amik az elmúlt fél év alatt a folyamatos kamatemelések miatt drasztikusan megnőttek. 72 ezer forintos különbség van a törlesztő részletek között. A pénzügyi elemző egy 20 évre felvett 20 millió forintos hitel törlesztő részletének növekedését mutatja február és november között. Míg februárban csaknem 5% kamat mellett 118 ezer forint volt a törlesztő részlet, novemberben, amikor már a 10%-ot is meghaladta a kamat mértéke, már 190 ezer forint.
A lakáshitelek az alapkamat és az irányadó kamat miatt drágultak meg idén. Ennek következtében már van olyan bank, ahol 12%-ot is elkérnek a lakáskölcsönök után, és a szakértő szerint ez hosszabb ideig, várhatóan 2023 nyaráig így is maradhat. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a banki ajánlatok korán sem egyformák. Akinek most kell lakáshitelt felvennie, mert úgy hozza az élete, annak mindenképpen érdemes szétnézni az ajánlatok között, mert azért nagyon jelentős különbségek vannak a bankok között, akár több százaléknyi különbségek is vannak a bankok között, és mindig vannak olyan akciós ajánlatok, vagy olyan plusz kedvezmény lehetőségek, amelyeket, hogyha igénybe vesz valaki, akkor akár több 10 000 forintot is tud spórolni a törlesztő részleten. A folyamatosan dráguló lakáshitelek miatt fél év alatt lényegesen egyharmaddal kevesebb hitelt vettek fel éves összehasonlításban. Ennek már is látszik a következménye az ingatlan piacon. A hitelek kamatok növekedésével csökkent a fizetőképes kereslet, ezáltal csökkentek az adásvételek száma is. Az elmúlt hónapban 30%-kal kevesebb adásvétel volt a magyarországi ingatlan piacon. Hasonló tendenciát várunk, és hogyha továbbra is csökken a kereslet, akkor előbb-utóbb az árakban is megmutatkozhat ez, és csökkenő, stagnáló árakra számítunk a következő időszakban. Elemzők kiszámolták, hogy a mostani magas kamatkörnyezetben a magas törlesztő részletek mellett az átlag fizetéssel rendelkezőknek egyre kevesebb az esélyük, hogy lakáshitelhez jussanak. Ez pedig előbb-utóbb a hitelezésből élő bankoknak is gondot okozhat. Magyar házat avattak Csángóföldön. A magyar állam támogatásával vásárolt épületet az eredeti formáját megőrizve újították fel Nagypatakon. A létesítményt a Forrófalvi Tavaszi Szélegyesület vehette birtokba. Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára azt mondta, a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a szórványban élő magyar közösségek megerősítésére, támogatására. A moldvai Forrófalva községben csak nem 700 olyan római katolikus él, aki valamilyen szinten beszéli a magyar nyelvet. Egy újabb bizonyíték arra, hogy a kormány elkötelezett a magyar nemzet megtartása mellett, és elkötelezett arra, hogy nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik. Hál' Istennek az elmúlt időszakban, az elmúlt években itt Csángóföldön is azt tapasztaljuk, hogy egyre több lehetősége van a csángó magyaroknak, akár az oktatás, akár a kultúra, vagy éppen az összejövetelek terén, hiszen egy újabb csángó magyar házat tudtunk ma itt Forrófalván felavatni. A DK szerint a házi orvosi és a fogorvosi ellátás átrajzolásával nem lehet betölteni az üres praxisokat. Komáromi Zoltán azt mondta, ezzel veszélybe kerülhet az egészségügyi ellátás. Ha pedig elveszik a szakrendelőket is az önkormányzatoktól, romlani fog az ellátás, a ellátás színvonala, mert elvonják forrásaikat, és tehetetlen bürokratikus irányítás alá kerülnek. A Liszt Ferenc repülőtér okozta problémákat kívánja felmérni az LMP. A párt szerint a főváros szinte minden területéről érkeznek panaszok az elviselhetetlen zaj miatt. Hangsúlyozzuk, hogy az anonim kérdőívnek az a célja, hogy felmérje ezeket a panaszokat, tehát reális képet adjon arról, hogy mégis mi történik itt, nem pedig a reptér felszámolása, vagy éppen ellehetetlenítése. Sokkal súlyosabb a guruló dollárok ügye, vagyis a tavaszi baloldali kampány külföldi pénzekből történő finanszírozása, mint azt gondolni lehetett. Erről beszélt Kocsis Máté a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén kezdeményezte, hogy oldják fel a baloldali kampánypénzekről szóló jelentés titkosítását, ami ellen a kormánynak sincs kifogása. Kocsis Máté kitért arra is, hogy a baloldal a magyar államtól mintegy 810 millió forintot kapott kampányra, de ennek többszöröséhez jutott külföldről, és ez már a szuverenitás kérdését is felveti. Kinek szól a központi kampány? Körbejárt a Persely a baloldal rendezvényein tavasszal. Az emberektől nyíltan a kampányra kértek támogatást. Utólag azonban kiderült, nem csak Magyarországról kaptak pénzt. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Márkizai Péter Ernyő szervezete, a Mindenki Magyarországa mozgalom a kampányidőszak alatt az Egyesült Államokban alapított Action for Democracy-tól 1 milliárd 800 millió forintot kapott, amit itthon politikai célokra fordítottak.
Az egykori közös ellenzéki miniszterelnök jelölt büszkén beszélt az úgynevezett guruló dollárokról. A tiltott pártfinanszírozás vágyát azonban visszautasította. Nyilvánvalóan nem mentek pártokhoz. Később az is kiderült, a Karácsony Gergely főpolgármester által létrehozott 99 mozgalom egyesülethez szintén érkezhettek amerikai kampánypénzek, legalább 500 millió forint. Erre utalt, hogy a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy, aminek Korányi Dávid az ügyvezetője, a honlapján feltüntette az általa támogatott csoportok listáján az egyesületet, igaz, később levette onnan. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. A baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc többször is azt állította, a hatalmas külföldi támogatásról nem volt tudomása, pártja, a DK pedig abból egy fillért sem kapott. Az ügyben nyomozás indult pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága pedig titkos szolgálati vizsgálatot is kezdeményezett. A helyzet sokkal súlyosabb annál, mint azt eddig gondolni lehetett. Sokkal súlyosabb a guruló dollárok ügye, mint azt gondolni lehetett. Erről a Fidesz frakció vezetője beszélt a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Kocsis Máté elmondta, a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén kezdeményezte, hogy oldják fel a baloldali kampánypénzekről szóló jelentés titkosítását, ami ellen a kormánynak sincs kifogása. Hangsúlyozta, az anyagban megdöbbentő tények szerepelnek, nevek, összefüggések, szervezetek. A baloldal a magyar államtól mintegy 810 millió forintot kapott a kampányra, de ennek a többszöröséhez jutott külföldről, és ez már a szuverenitás kérdését is felveti. Szuverenitás kérdéseket az veti föl, hogy nyilván a finanszírozók befolyást is kértek, és kérdés, hogy Karácsony Gergely, Bajnai Gordon, vagy éppen Márki-Zay Péter körei mit ígértek ezért cserébe Magyarország rovására, és innentől már nem pártpolitikai az ügy. Nagy az ügy, szövevényes, bonyolult, de világosan látszik, hogy a magyar baloldal nagyon nagy összegű, még talán annál is nagyobb összegű külföldi pénzből kampányolt, mint amit eddig bevallottak, és ez bizony jogellenes. Kocsis Máté hozzátette, a baloldali kampányfinanszírozási botrány nem csak a külföldi pénzek miatt aggályos, hanem azért is, mert a Datadat nevű cégcsoport magyarok személyes adatait továbbíthatta külföldre. A kampány utolsó napjaiban a baloldal támogatására buzdító, helytelen magyarsággal megírt SMS-eket kaptak telefonjaikra az emberek. Az üzenetek külföldről érkezhettek. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárást indított az ügyben, de a rendőrség is nyomoz. Szinte teljesen megbénította a New York állambeli Buffalo-t a havazás. Csütörtök óta 2 méternyi hó esett. Autópályákat, repteret zártak le. Rengetegen az autójukban rekedtek, pedig a hatóságok azt kérték, hogy akinek nem muszáj, az ne induljon útnak. Megállás nélkül járják az utakat a hókotrók New York államban, ahol csütörtök óta 2 méternyi hó hullott le. Szombaton egy nap alatt csak nem 40 cm-nyi hó hullott le Buffalo-ra, amivel megdőlt a 2014-es napi csapadék mennyiség rekordja. A rossz látási viszonyok miatt lezárták a keleti és a nyugati partot összekötő autópálya New York államon keresztül vezető szakaszát és számos állami kezelésben lévő útszakaszt. Ennek ellenére mintegy 100 balesethez riasztották a hatóságokat az államban, csak nem 400 szabálysértőt büntettek meg eddig a hatóságok, és közel 300 autóban rekedt embert mentettek ki. A rendkívüli havazás miatt átmenetileg leállították a Buffalo-i Niagara repteret is. Katie Hochul, az állam kormányzója 11 megyében szükségállapotot hirdetett és bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységeit is kirendelik, hogy segítkezzenek a mentésben. Azt mondta, az állam még soha nem tapasztalt ilyen hóesést, mint most. Tudjuk, hogy számtalan hatalmas hóviharon mentünk már keresztül, 2013-ban, 2014-ben és 2020-ban. Soha nem volt még 6 incsnyi havunk, fogalmazott a demokrata kormányzó, aki megköszönte a lakosság együttműködését az extrém téli időjárásban. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki a nagy tavak környéki államokra vasárnapra a 70 km/h széllökések és a szűnni nem akaró havazás miatt. Buffalo polgármestere szerint előreláthatóan a jövő hét első felében oldhatják fel a havazás miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket, így várhatóan mindenki a családja körében töltheti majd a hálaadás ünnepét.
Indul a korcsolya szezon, sorra nyitnak itthon a jégpályák. A tavaknál erre még várni kell, ahhoz legalább egy hetes kemény fagy kell. Az utóbbi évek teleit elnézve erre legkorábban talán csak januárban lesz lehetőség. Hosszú sor állt a tatabányai műjégpálya bejáratánál. Köszi. Már a nyitás első napján megtelt a csarnok. Az első látogatókat jégdiszkóval, curlinggel és hokival várták. 5 éve járok ide, vagy lesz a 6, mivel akkor kezdtem el a jégkorongozás, és nagyon szeretem ezt a sportot, mivel igazából itt tudok feloldódni. 2 helyett idén csak egy pálya üzemel, de így a teljes szezonban várhatóan márciusig nyitva lesznek. Egyszerre akár ezren is tudnak korcsolyázni. 2 pályával működtünk, most csak a nagyot működtetjük, így 30%-kal kisebb energiaköltséggel megyünk, és szinte ugyanazt a szezon tudjuk hozni, mint tavaly. Emellett igyekszünk színesíteni a programokat, több sporttal jöttünk, közösségi sportokkal. Karcolták a jeget a korcsolyák, több ezre látogattak ki a Városligetbe is. Az 1870-ben létrehozott szabadtéri műjégpályát a világ 10 legszebb korcsolyázó helye közé választották idén. Ezzel a londoni Hyde Park és a New Yorki Rockefeller Center híres jégpályái közé sorakozott fel a budapesti. Igazából több évesek vagyunk, mint Budapest főváros, és gyakorlatilag tényleg ez Európában az egyik legnagyobb, illetve én azt gondolom a legszebb nyitott műjégpálya, aminek az összterülete 12 ezer négyzetméter, és gyakorlatilag csak talán Kanadában vagy Oroszországban vannak ennél nagyobb nyitott műjégpályák. Lehet érezni a korcsolyákat, indul a szezon, sorra nyitnak a jégpályák az országban. Azért szoktunk ide járni, mert itt közel lakunk, és itt mindig jó a hangulat. Már üzemel Buda szabadtéri gasztróudvarán is a jégpálya. A karácsonyi díszek és a világítás igazi ünnepi hangulatot idéz. Egész nap várjuk a vendégeket korcsolyázni, gyerekeket, felnőtteket. Ezen kívül különböző programokkal, természetesen most a világbajnokság eseményeivel, és karácsonyi sok gyerekrendezvényen várjuk őket. A jégpályákon már lehet csúszkálni, de a nagy tavaknál erre még várni kell. Legalább egy hétig -5 foknak kell lennie ahhoz, hogy a természetes vizek befagyjanak, és biztonsággal lehessen rajtuk korcsolyázni. De hogyan is zajlik a folyamat? Az M1 meteorológusa napközben részletesen elmagyarázta a jegesedés folyamatát, de Molnár Csillától azt is megtudhattuk, mikor fagyott be legutóbb rendesen a Balaton. Utoljára 2017. januárjában volt precedens a Balaton befagyására. Akkor olyan vastag volt a jégtakaró, hogy Badacsony és Fonyód között átsétáltak, átcsúsztak az emberek. 2021. januárjában is közel álltunk ahhoz, hogy annyira megerősödjön a jégpáncél, hogy rá lehessen menni a jégre. De sajnos tavaly ezt a szeles idő és egy mediterrán beáramlás meghiúsította. Már készülnek a karácsonyi rohamra a fenyőfa termelők. A hazai fenyők 80%-a Somogy és Zala megyéből kerül ki. Az aszály nem segítette a termelőket, így várhatóan 10-20%-kal emelik az árakat idén. Kínálat viszont lesz bőven szerte az országban. Máriavában zajlik a munka ebben a somogyi gazdaságban. Elkezdték kivágni a fenyőket, hiszen hamarosan kezdődik az értékesítés. Nekünk az idő nem akadály, nem is lehet akadály, hiszen az idő szorít, hamarosan itt a karácsony. A földlabdázás 99%-ban befejeztük. Földlabdás fágat értékesítünk külföldi, illetve belföldi piacra is, javarészt külföldre. A vágást is a tegnapi napon megkezdtük. Luc, illetve normand fenyő vágásával kezdjük, hogy az üstöt hagyjuk a végére. A családi gazdaság 10 hektáron neveli a fenyőket, több fajtát. Akár 6-8 év is eltelik, mire egy-egy darab eléri azt a méretet, hogy az ültetvényről az otthonokba kerülhet. A kivágott fenyőket hálóba is teszik, így könnyebben haza tudják majd vinni a vásárlók. Bár még több mint egy hónap van karácsonyig, a fákat már most elő kell készíteni. Somogy és Zala megye igazi fenyőfa nagyhatalomnak számít. Az ország karácsonyfáinak legalább 80%-át ez a térség adja. Ezt meg ezt vágjuk vissza, én szerintem. Készülnek a vásárlói rohamra a Borsod megyei Arnóton is. Itt nem vágják ki a fenyőket novemberben, most csak formára metszik őket. Márciusban és augusztusban szoktuk metszeni a fákat, egy évben kétszer, aztán azért december
1-e nyitás előtt még utóigazítást szoktunk végezni rajta. Itt a fákat december 1-től lehet kiválasztani. Megjelölik őket, és csak az utolsó napokban vágják ki. Akkor viszik el a vásárlók. Tavaly a 2 méter körüli norman és ezüst fenyőt keresték a legtöbben. Vélhetően idén is ez lesz a sláger. Sajnos a klímaváltozás itt is érezteti a hatását a fenyőfáknál. Az utóbbi években, amiket ültetünk, friss fenyőfákat, kis fenyőfákat, azoknak a nagy részét, általában ilyen 90%-át újra kell pótolni, ahol nem megoldott a locsolás. Hogyha meg tudjuk oldani a locsolást, akkor ez az alány sokkal jobb, de ekkora nagy területen ugye ezt nem lehet megoldani. A gazdák szerint az asszály megtizedelte az ültetvényeket, emiatt is kénytelenek árat emelni. Kínálatból nem lesz hiány szerte az országban, az árak viszont befolyásolhatják a keresletet. A kamara szerint minden élőfa megvásárlásával a hazai gazdákat is segítjük. Nagyon fontos az, hogy tényleg a hazai termelőket támogassuk vele. Ugye, ahogy ezt említettük is, ezek a fenyők, ezek ültetvényben termelési körülmények között kerülnek megtermelésre, felnevelésre, majd amikor a piacra jutnak, a következő évben pótlásra is kerülnek rögtön. Tavaly a lucfenyő métere 4-5 ezer, a normand és ezüst 5-6 ezer forintba került. A termelők szerint idén nagyjából 10-20%-os drágulás várható. Hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével és napelemrendszerrel próbálja csökkenteni a tűzoltólaktanyák energiaköltségeit a katasztrófavédelem. Több mint 20 tűzoltó parancsnokság őrs és kirendeltség épületét korszerűsítik. A felújított tűzoltólaktanyák akár teljes egészében meg tudják majd termelni saját éves energiaszükségletüket. Már a külső hőszigetelő lemezek dűbelezésénél tartanak a Rákosmenti tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítését végző szakemberek. A főváros legnagyobb kerületét és még 4 agglomerációs település tűzvédelmét ellátó laktanya a homlokzat felújítása mellett új hőszigetelő szertárkaput és nyílászárókat is kap. A beruházás elkészülte után az energiát nem csak megspórolják, de termelik is majd. A napelem is fog felkerülni a tetőre, 43 kilovattnyi energiát fog szolgáltatni a napelem. Ez a teljes laktanyának az egész évi áram felhasználását fedezi. Székesfehérváron december közepére készül el a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székházának energetikai korszerűsítése. Kicserélték az elavult 30 éves ajtókat és ablakokat, szigetelték a homlokzatot. A régi kazánokat hőszivattyúra cserélték, a tetőre pedig napelemet telepítettek. A több mint 1 milliárd forint értékű beruházás eredményeképpen az igazgatóság képes megtermelni akár a teljes áramszükségletét, és leválhatott a gázhálózatról is. Az egyik az, hogy gazdaságosabban legyen üzemeltethető egy-egy ingatlan. A másik szempont, hogy a környezetünk védelmére is hangsúlyt fektessünk, itt jön be tulajdonképpen a megújuló energia. És a harmadik azért az, hogy egyfajta komfort, illetve esztétikai előrelépés történjen meg az épületeken. Rákosmente és Székesfehérvár mellett országszerte további csaknem 20 tűzoltó laktanyát újítanak fel. Szolnokon már be is fejeződött a 4 szintes épület energetikai korszerűsítése. A fejlesztés több mint 700 millió forintba került. Ez a beruházás klímavédelmi célokhoz is hozzájárul, hiszen a fűtés korszerűsítésnek hála jóval kevesebb földgázt kell majd felhasználni ahhoz, hogy ezt az épületet melegen tudjuk tartani, illetve a napelem rendszernek hála az energiafogyasztás egy részét is környezetbarát módon tudjuk előállítani. A tűzoltó laktanyák korszerűsítésével a katasztrófavédelem annyi energiát tud megtakarítani, mint amennyit 800 háztartás használ fel egy év alatt. Összesen 21 épület energetikai korszerűsítése valósul meg a katasztrófavédelem létesítményein belül országosan. Ennek az összköltsége 8,2 milliárd forint. A beruházás keretében nem csak épületszigetelések, hanem napelemrendszer kiépítése, fűtéskorszerűsítés is szerepel. A katasztrófavédelem épület energetikai korszerűsítési programjában résztvevő 21 tűzoltó laktanya közül 7-ben már elkészült a fejlesztés. Jelenleg 9 helyen folyik a kivitelezés. További 5 tűzoltó parancsnokság felújítása pedig tavasszal kezdődik.
Öt embert fogtak el a terrorelhárítási központ műveleti egységei Abonyban és Jászkarajenőn. A rajtaütésben 40 rendőr és két kábítószerkereső kutya is részt vett. Az elfogott személyek a gyanú szerint kábítószerrel kereskedtek. A bíróság már elrendelte a letartóztatásukat. Amennyiben bűnösnek találják őket, több évre is börtönbe kerülhetnek. Nagy erőkkel érkezett a terrorelhárítási központ műveleti egysége ehhez a családi házhoz szerda hajnalban, Abonyban. Miután körbevették az épületet, betörték az ajtót, majd négy ember tepertek a földre és bilincseltek meg. A 43 éves F. Attila és 41 éves élettársa, valamint 22 és 24 éves fiaik a gyanú szerint kábítószerrel kereskedtek. A drogot a család fő árulta, de az anya és a fiai is besegítettek az adagok kimérésében. A rendőrség közölte, a család a szintetikus drogot gramonként 2500-3000 forintért árulta a környéken. Ezek már a helyszínelés pillanatai, a családnál ékszereket és csak nem 8 millió forint készpénzt is találtak a rendőrök, és bár egyiküknek sem volt bejelentett munkahelye, házuk udvarán mégis két összesen 16 millió forint értékű autó parkolt. A férfi és élettársa részben beismerte tettét, fiaik megtagadták a vallomástételt. A terrorelhárítási központ akciója egy időben több helyen zajlott. Abonyban négy embert fogtak el, Jászkarajenőn egyet, aki a gyanú szerint szintén részt vett a drogüzletben. A 46 éves K. József lakásán is mérleget, 18 g új pszichoaktív anyagot, mobiltelefonokat és készpénzt foglaltak le. Az akcióban csaknem 40 rendőr és két kábítószerkereső kutya is részt vett. Az öt elfogott és őrizetbe vett gyanúsítottat azóta letartóztatta a bíróság. Amennyiben bűnösnek találják őket, évekre is börtönbe kerülhetnek. Megnyílt az ökumenikusok adománygyűjtőpontja a budapesti Szent István Bazilikánál. Ajándéktárgyak megvásárlásával lehet segíteni a leginkább rászorulókat. Közben elindult az Egy doboz, egy mosoly akció is, amelyben 300 hátrányos helyzetű kisgyermek kívánságát teljesítik. És gyűjtenek már a családszervezetek is, ők a Ráti Gyermekotthon javára. Mi ezt tényleg szeretettel csináljuk, odafigyeléssel. Szívüket, lelküket beleadják a süteményekbe az ökumenikus segélyszervezet önkéntesei. A mézes kalácsokkal az adományozókat ajándékozzák meg minden évben. Vannak itt karkötők, például a Szentrőn készítettek, vannak Kaposváron is kopogtatók vagy vízek. Minden ajándéktárgynak megvan a maga története. Ezek megvásárlásával lehet segíteni a nemrég megnyílt adományboltban a budapesti bazilikánál. Adományozni azért fontos, mert az öröm. Annak is, aki adja, meg aki kapja. Én legalábbis így szeretem. Kis László csillagász és családja is rendszeresen segít. Ha más nem, ilyenkor egy 3 másodperces örömet okozhatunk egy ismeretlen embertársunknak, hát mi lehetett a jobb érzés ilyenkor? De nem csak a boltban, hanem a Persejben és a terminálon keresztül is várják a felajánlásokat. A bevétellel a legrászorultabbak karácsonyát szeretnék szebbé tenni az ökumenikusok. A krízis helyzetbe került családok ezreit támogatják az év minden napján, ételt, otthont és esélyt adva nekik. Vannak ünnepi segélyakciók, azokra is gyűjtünk, az ételosztásokra, a tüzelőosztásra, az élelmiszer segélycsomagokra, de talán most különösen is az áremelkedések miatt a legfontosabb célunk az az, hogy a hétköznapokban is ott tudjunk menni a rászorulók mellett, és az intézményeink tudják folytatni a működésüket az áremelkedések ellenére is. Tüsténkednek az önkéntesek Tatán is. Az Egy doboz, egy mosoly akcióban csaknem 300 gyermek álmát gyűjtötték össze egy karácsonyfán. Az adományozók választhatnak, hogy melyiket szeretnék teljesíteni. Nagyon sok olyan kisgyerek van, akinek olyan hiánya van, ami szükséges. Gondolok itt fehérneműre, íróeszközre, tusfürdőre, nekik az is nagy ajándék, de van, aki bizony elmeri engedni a képzeletét, és mer álmodni egy nagyobbat. És összefogtak a családszervezetek is, idén 7. alkalommal. Ők az interneten gyűjtenek pénzt a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon javára. Tervünk az, hogy gyönyörű karácsonyi díszbe öltöztessük a teljes gyermekotthont, beleértve a karácsonyfát, díszítést, ajándékokat, illetve karácsony másnapján szeretnénk nekik egy ilyen különleges napot szervezni, ahol minden róluk szól és kedvükre szórakozhatnak. A cél, hogy 1 millió forint összejöjjön, erre még szűk 3 hete van az adományozóknak.
Meghaladta a 30 millió forintot a felajánlások összege a Jónak lenni jó kampányban. Az összegyűlt pénzt a közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének ajánlja fel. Azok, akik segíteni szeretnének, a 13600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával tehetik ezt meg. A Jónak lenni jó egy egésznapos műsorfolyammal zárul december 18-án. 1970-es világválogatott Szovjetunió mérkőzésnek az első fordulóján született. Ivánka Mária, nemzetközi sakknagymester, négyszeres olimpiai ezüstérmes, kilencszeres magyar bajnok örömmel csatlakozott az idei Jónak lenni jó kampányhoz. Azt mondta, leginkább azért, mert játszott már látássérültekkel, ami felejthetetlen élmény volt. A sakkzseni Bobby Fischer autogramját ajánlotta fel az árverésre. Nagyon jól ismerem azt a milliót, és azt a hangulatot, ami annyira más volt, mint más csapatok ellen játszani, hogy rögtön, amikor hallottam a lehetőséget, hogy vakoknak lehet valamilyen jótékonysági felajánlást tenni, akkor ezek a régi emlékek nekem beúsztak, és így jött az ötlet. A közmédia az idei Jónak lenni jó akcióban a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének gyűjt. Már több mint 30 millió forint adomány érkezett, és folyamatosak a felajánlások is. Felajánlunk 3 darab vouchert 12 személyre edzővel, pályával, labdával, ütővel. A Premier Padel Club például 3 darab jegyet ajánlott fel. Ezt és a többi tárgyat, mint például a népszerű mesebalett diótörő bábuját, egy dedikált Andrea Bocelli albumot, vagy a világhírű brazil labdarúgó Ronaldinho által dedikált labdát az akcióban fixáron lehet megvásárolni. Néhány tárgyra pedig licitálni lehet majd. A Jónak lenni jó weboldalra folyamatosan kerülnek fel az új adományok. Segíteni a 13600-as telefonszámon lehet a 96-os kóddal. Egy hívás vagy szöveges üzenet 500 forintos adományt jelent. A Jónak lenni jó idén is egy egész napos műsorfolyammal zárul december 18-án. A Híradó most több véget ért, a műsor újra nézhető a hiradó.hu oldalon. Itt az M1-en most következik a Nemzeti Sporthíradó, benne a nyitó mérkőzés összefoglalójával. B. Németh Péter mondja a részleteket.